На Севастог. Itt most megtekinthettek egy órás szórólapozást. Megnézzük, hogy mennyit tudunk belőle kiszedni. Ebben nincsen benne a szórólap gyártásának ideje. Lepakolunk, hogy konkrétan 100 darab legyen nálunk, illetőleg a pénzt lerakjuk. És akkor így tudjuk megnézni, hogy egy óra alatt mennyi fog jönni. Ez a mix is pont nagyjából 1 órás, 1 óra 5 perc. Jó, tehát lepakolunk. A védett autóval fogjuk csinálni, frakcióautóval. Rakom a pénzt is. $60.160 dolcsi. Oké, nulla a készpénz, nézzük meg azért fixen. Jó, tehát nálunk van a 100 darab szórólap. Kaja, üzemanyag. Nincs nálunk több szórólap. Úgyhogy meg is indulok a szórólapozós munkára. És akkor 10 óra 28-tól igazából lehet mérni. Hát Csabika King, szia, szia, szia! Megmondom őszintén, hogy nem. Rengeteg ember ír, emlékszel rám, stb. A telepre bejönnek naponta több százan. Nem emlékezhetek mindenkire, ne haragudj. Bár lenne olyan memóriám, hogy mindenkire emlékszem. Közben azért ránézünk a hordóra. 55-öt. Szevasz, haver! Bazeg, nem hoztam céges autót. Na mindegy. Akkor fölmegyünk ezzel. Ó, egész jó. Mi ez a McLaren Copy, bazd meg? Ez egész gyors. Na, tehát van nem egész 4 percünk még az első címünket kiszállítani. Viszont egy amatőr hibával kezdünk az elején, na mindegy. Egy céges kocsival kellett volna egyből lemenni. Na, és akkor ennek a neki is állunk, megnézzük ugye így céges kocsival, hogy mennyi lesz a bevételünk egy óra alatt. 11.30 majdnem, úgyhogy, vagy bocsánat, 10.30, úgyhogy 11.30-ig nézzük. Ez ugyanaz, mint egyébként az Uber futármunka, ugyanazok a címek vannak, ahogy látom. Én azért dobtam volna egy-kettőt kijebb is. Ugye ezek már ismert címek. Remélem a zene nem túl hangos. Meg ugye így akkor megnézzük, hogy mennyit lehet kiszórni egy óra alatt, és a hétvégén meg leteszteljük, majd a gyors autóval is, így a délelőtti órákban, amikor nincsenek még a városba. Azt mondja, hogy Csabi White, igen, így már megvagy, szevasz, így már valami rémlik. Jó egyébként, hogy mindig ide talál valaki. Ilyen régi kollégák, régi ismerősök. Jaj, melyiknél kell? Hát figyelj, haladunk, haladunk. Bent van minden nálunk, ami csak egy garázsnak elérhető. Szépen felduzzadt a létszám is. Sokat kell teregetni a srácokat, hogy szabályosan csinálják a dolgokat. Meg hogy jól működjön minden, de egyébként egy egész jó csapat
alakul. Nyilván mindig vannak, akik lemorzsolódnak, vagy nem követik annyira dolgokat, és nem fog... Ne. Ne. Ah, bazd meg, kezdhetjük előről. Kurva kresgeci. Oh, ma... Bocsánat. Zene? Nem hangos egyébként? Hogy hallatszik egyáltalán? Basszus! Most hol leszek, hol lesz a céges autó, törlés volt. Ah. Ez remek. Céges kocsi, hát annak annyi. Na mindegy. Baszta kurva. Ez kemény azért. Azért az nem gyenge, katonai szeró. Mik vannak, basszus? Nem is tudtam, hogy van ilyen. Viszont így akkor újraindítom ezt a teszt dolgot, újra fölvesszük a 100 darabhoz szükséges 2 darabot, illetőleg a fényt lerakom, hogy így ugye fixen megtudjuk, hogy mi mennyi. Haló, haló, raktam be egy pár szórólapot, majd osztogass nyugodtan. Ezt osztogassa nekem valaki? Jaj, a vendégeknek, aha. Oké. Gyere csak nyugodtan bármikor. Na, 9920 dolcsink lett, ezt berakjuk. Aztán azt mondja, hogy 10.35, 11.35-ig nyomjuk, de most nem követem el a hibát. Céges kocsival megyek egyből. Ups. Sajnos sokat fent vagyok, mert kiköltöztem külföldre, és itt még annyi barátom nincs nyilván, mint otthon. Otthon rengeteg volt. És itt jóval többet fent vagyok. Jó, elindult a script, szuper. Érdekes egyébként, hogy az éttermeknek 15 pp volt a dolog. A szerelőtelepeknek pedig 20 000 pp volt ez a munka. Gondolom itt, hogy egyéni szórólap is bekerült. Az véget. Mert ugye az éttermek mindig a heti menüjüket viszik ki. Köszönöm, köszönöm. Hát tegnap nagyon elbasztuk, mert elnéztük a beosztást, azt hittük, hogy szabadok leszünk, és nem mentünk be dolgozni. Hát kicsit kellemetlenül éreztem magam.
Iii, more. Valóban itt van valaki, jó napot! Úgyhogy igazából szarul jött ki a tegnap, de hát elnézést kértünk a főnöktől, meg igazából mondta a barátom, hát ő mondta, hogy szabadok leszünk, és hát mondta, hogy ő magára vállalja, mondtam, hogy nem kell. Ja, Ausztria, Bécs, semmi extra. Na. Na. Basszus, nem itt van. Hol van? Ne, két házzal arrébb. Basszus. Na, hát látjátok, ezek a hibák benne vannak, és ezért teszteljük, hogy mennyi jön belőle. Aha, megvan. Nem tudjuk, hogy mennyire volt mérges a főnök, vagy mennyire sem. Hát a csoportban ben vagyunk, ahol beszokták küldeni a beosztásokat. Igen? Na, hol laksz? Korneuburg vagy valami hasonló? Mödling. Ah, néha szoktunk menni. Kérlek szépen nagy tisztelettel, hogy néha szoktunk menni. Mivel kiszállítós munkát végzek, mint most itt. szoktunk menni. Nagyon ritkán, havi egyszer kb. De szoktunk menni. És mivel foglalkozol itt Mödlingben? Ez elég veszélyes munka, amikor sokan vannak a városban, mert azért jóval több lesz az ütközés esélye. Ja, nyomatom, tehát nincs ezzel a baj, én imádom a munkámat itt kint is. Csak hát tegnap becsúszott ez a hibácska. Hát reméljük, hogy nem haragszik túlzottan a főnök. Igazából látja rajtunk biztos, hogy akarunk dolgozni, mert nekem mondjuk áprilisban is több mint 250 órám volt. Azért nem voltam például itt a városba se. De most nincs olyan sok ebben a hónapban, nincsen, nem volt még nagyon túl óra. Úgyhogy... Hát mindegy, meglátjuk. Meg most két szombaton nem is megyek. Majd a... De várj, csak egy szombaton nem megyek, mert a... Jövő héten szombaton nem megyek. Most a héten még megyünk. Mert jövő héten meg megyek haza egy pár napra Pécsre, Pécs mellé. Pécsen lesz egy nagyon-nagyon durva japán autó kiállítás. Tehát olyan japán autók lesznek ott összerakva, amit nagyjából a japánok nem tudnak egyszerre összerakni egy parkolóba. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly felhozatal lesz. Én meg hát ugye kedvelem a japán autókat, és erre biztos, hogy hazaérkezek. Ugye onnan nem messze laktam otthon, egy ilyen 60-70 kilométer, és hát ugye onnan nekem nincsen messze. Dik az a nyárat kiabálsz. Baszd meg. És bevisz a házba a rák, meg összé nem zárjátok be. Ilyenkor szar lesz, ha mondjuk ez miatt bebugol valami. Gyere csak nyugodtan bármikor.
Hát én ma leszek egész nap, szóval nem megyek sehova ebbe a szaridőbe. Még egy Burger Kingig nem fogok elsétálni, meg ilyenek. Bár igazából jól lenne egy kis testmozgás. Úgyhogy lehet, hogy igazából ilyen 2-től 4-ig lemegyek, sétálok egyet. Hát dobok egy kis zenét, aztán meg sétálok egyet, felfedezem itt a környéket gyalog. Úgyis van egy dolog, amit meg akarok nézni, hogy nem tudom lerövidíteni az utat munkába menet. Kocsira ugye itt látjátok, hogy próbálok vigyázni, ne kelljen megállni, szerelni esetleg. Az üzemanyagunk egész jól bír... Ezek fék! Az üzemanyagunk egész jól bírja. Ezt vissza kell menni megint a hotel mellé. De a hotelben sűrűn, éhesek a sáncokban sűrűn kell szórólapot vinni. Ne, és nem a hotel, basszus, azt hittem. Ja, ez a ház, aha. Ide is régen rengeteget hoztunk kaját. Nagyon jó. Szerintem már egy 6-8-at kivittünk. Kemény, kemény azért. Lehet, hogy nem is elég a 100 darab egy órára. Bár azért az kétleném, mert percenként nem viszünk ki kettőt, vagy másfelet. Na, így, óvatosan. Ehhez a munkához nagyon-nagyon jó lenne egyébként egy Tesla X, mivel azt nem kell tankolni. Meg is fogom majd kérdezni, hogy mennyibe kerül ennek a behozatala. Rendben. Csak esetleg Discordon írja rám előtte, hogy fent vagyok-e. Látod, például most is bent van egy kolléga, de viszont nem govol, tehát ilyenek miatt nagyon-nagyon sűrűn kell szólnom nekik, ilyen apró dolgok miatt. Na, lerottyant a kocsi, jó van, fiam. Hát a garázsba bent volt, mozgott is, szóval... Szóval passz, na, ez megint nyitva lesz, ugye? Na, mire bedobjuhatok vissza? Na. Na. Hát igen, ezek az apró bakik hibák benne vannak ebben a munkában, szóval azért érdemes tesztelni, hogy de nem á. Most akkor mikor fogok bekopogni, amúgy ezt megmondaná valaki? Aha, most jó. Hát jó, ezzel megint elment egy fél perc, szerelünk egy autót. Tisztítom a gépjárművet. Zsebemből előveszem a nagy emelőt.
Úgyis jövő hónap végén szűnapon van, lejár a tesztának a 2 hónapos limitje, úgyhogy lehet, hogy behozzuk céges autónak. Elviszem majd tesztkörre, megnézem, hogy tuning nélkül hogyan megy. Aztán, ha tuning nélkül is jól megy, akkor pacek a helyzet. Bazzeg, te hülye vagyok. Például az Old Boys-éknak van az a pici kis Fiat. Az is biztos, hogy nagyon-nagyon jó erre a célra. Vagy van nekik az a pici kis Smart. Se lehet rossz. Ötös ajtó, ötös, jó. Kolléga meghalt a telepen. Hát jó van. Így járt, sajnos. Csatlakozhat addig. Feliratkozhat, csirelhet, donételhet, bármit. Ups, egy kicsit benéztem a helyzetet. Na mindegy. 1,4 mérföld, az egész jól teljesíthető. Igen, viszont ugye a Tesla X az elektromos. Tehát gyorsul. Tehát itt az a, ugye egy kis kanyarok után, tehát egy versenyautónak is az a lényege, hogy jól vegye a kanyart, és utána a kigyorsítás a lényeg, hogy az egyenesekben minél nagyobb végsebességet eléri, hogy azzal tudsz haladni. Tehát ők általában nyilván a fékezésre is figyelnek, de inkább ugye a kigyorsítás a lényegesebb, hogy azt hogyan kezded meg, meg annak hogyan kezdesz neki, meg melyik ívről, stb. Tehát a versenyeken ugye ez sokat, sokat dönt el. És egy jó gyorsuló autó kell ehhez a munkához. Hát igazából nem akarunk nagyon céges autót behozni, mert abból nincsen bevételünk. Ami azt jelenti ugye, hogy tehát nem hasznos a telep számára igazából. Mert ugye van 2 céges autónk. Szóval... Új, jó. Meg ugye... Hát ez, fiam, ez szép volt. Meg ugye, mivel Amerikában vagyunk, azért amerikai autót szeretnék hozni, amúgy nyilván Japánt hoznék, de hát már egy japánunk van itt a Nissan Titan révén. Ugye ott van még a Flatbed, a bontós kocsi. Új, és egyébként az Tesla X az szerintem egy nagyon jó irányítható autó. Az egy nagyon-nagyon best buy, tehát nem kell tankolni, terepre is mehetsz vele, iszonyat-iszonyat jó ki van. Tehát az itt a városban egy nagyon-nagyon jó autó most. Ma megint rottyog a váltó, hát bazd meg. Mondom, régen csináltam ezt a kajaki szállítós, mert ugyanezek a címek egyébként, Kopra. Szóval, ja, ez lesz fönn az emeleten, igen. Dick hol van?
Menjek fel a tetőre is, hogy mi a fasz. Itt föl lehet jönni a tetőre. Hát nyilván, egyébként nincs kint a frakció fejlesztésekbe. Én ezt furcsálom, hogy a 25-ös autó kim van, a 15-ös pedig nincs, majd lehet, hogy szólok a Jocinak ezzel kapcsolatba. Aztán akkor bekerül. De hát június 22-én lehet csak hozni majd. Meg hát meglátom addig, hogy állok anyagilag, meg megyek haza kétszer, meg... Jaj, most a fizusa lesz annyira vastag. Úgyhogy majd meglátjuk. Jó, elég jól lecsúszott az időnk egyébként. Úgyhogy most már csak 2 perceket ad. Az kemény azért. Na jó van. Még van 40 percünk nyomni, úgyhogy... Na most meg már levegőbe megyek, nagyon jó. Persze hagyjátok az úton a helikoptert, miért is? Amúgy az szabályellenes, amúgy csak mondom, na mindegy. Főpub mellé beugrunk egy kicsit. Most valaki lőtt rám, vagy mi volt az a hang amúgy? Na mindegy. Basz meg, ház van itt is, beszerás amúgy. Nagyon jó. Nem értem, hogy sokszor az emberek keresnek a beteleportálós házat. De a beteleportálós házat azt egyszerűbb megvenni a Jocitól. Ugye? Miért visz akkor a kerülőbe? És mi van, ha nem érek egyszer oda a kajához? Vagy a... Ja. Érted? A címhez. Ez közel volt, de amelyik már 2-3 mérföldre van. Érdekes lesz. Adja ez a pénz a gyerekek rettenetesen. Kíváncsi vagytok a szórólapra? Miért nem szóltok? De így néz ki. Oda néz, rajta van minden. A szolgáltatások, mióta vagyunk nyitva, elérhetőségünk, elhelyezkedésünk. Mi kell lennél több gyerekek? Na, nyomjuk tovább. Most már van 4 percünk valahogy megint. Itt van 80... vagy 8/10 mérföld. A kocsink az eléggé re van rottyanva, úgyhogy ha a cím után ad 4 percet megint, az akkor megjavítom majd a Verdát. Meg így, hogyha valaki megnézi a videót, akkor nem kell keresgélni a címeket. Azért így látjátok, hogy hol vannak. Nyilván ez csak 2-3 frakciónak van bent az a meló. Meg csak szerelőtelep, fegyverbolt és étterem használhatja ezt a munkát. Ők piros pontozhatják be. Na, kicsapunk egy emelőt a zsebünkből. A emelőt, ezért törlőkendőt. Átnézzük a gépjárműnek az aját, mik ezek a sérülésből adódó hangok. Gyere csak, gyere, leszek egész nap szinte. Aha, kipufogó le volt csúszva, azt visszaigazítottam. És ki fogunk érni a címhez? Amúgy csak kérdezem. Ah, hülye, bőven futva is odaérnék egyébként. Motorral lenne jó még ezt csinálni, csak ott motorral meghalsz, akkor... Akkor die-die van. De annyira nem vicces.
Alapot, vagy itt valaki? Ah, ez följebb lesz. Köszi, köszi, köszi. Meg lesz. Az a baj, hogy nem tudok, csak szeretek játszani. Jó lapot, vagy itt valaki? Jó lapot. Hát, de abszolút nem tudok játszani, csak szeretek. Nem is az, hogy szeretek, mert sokkal jobban szeretnék mondjuk, nem tudom, egy erdőbe csavarogni, grillezni barátokkal, autós talikra járni, nem tudom, vadvízi kempingezni, sok minden ilyen dolgot szeretnék. Csak egy az, hogy nincs hozzá sajnos ilyen baráti társaságom, nem mozgok ilyen körökben. Hello, szia! Szia, Fannikám! Meg ezzel a... Ne, megint kirkes... Azt nem hiszem el. És ezzel a kiköltözéssel nagyon megváltozott az életem. Tehát otthon rengeteg ismerős volt, ugye Győrbe voltam már 9 éve, ismertem az egész város, mint a tenyeremet, nagyon sok ismerős volt a környéken is, egészen Szlovákiáig, Dunaszerdahelytől át, Mosonmagyaróvár, Sopron, tehát szinte bármerre mentem, megismertek az autóval főleg, de hát ez itt most megváltozott, itt most egy utolsó kis senki vagyok, egy kis lukba eldugva, de hát innen szép nyerni újra. Szokták ugye mondani, meg hát ugye nem minden olyan egyszer az életben, mint ahogy azt sokan elképzelik. De az elmúlt két-három évben én is szerintem sokat befolyásolt az is, hogy mutert elvesztettem, bár igazából a barátok szerint elég jól dolgoztam fel, illetőleg nem vették rajtam, hogy különösebben észre. Azt akkor most hum van a céges kocsi megint, a faszom bele! Kurva élet, hogy megbassza. Nincs itt egy publik. Hol van publik? Jó, arra. Fannikám, a zene nem hangos? Most mehetünk vissza újrakezdeni a munkát megint. Hát mindegy. Nincsen zene. Akkor nagyon hang, akkor csak én hallom. Jó van. Mert beraktam ilyen no copyright hardstyle cuccost, de akkor úgy hallom, hogy ti nem halljátok. Na, ez is ütöm, hogy a kiámba szenved, Istenem. Na jó legyél, csácsá! Hát ez még mindig egy kurva jó autó. Hát mindegy, gyerekek, ebben a tesztben benne van ez is. Hát így legalább ilyen lazábbnak tűnik egy kicsit. Aztán igazából ennyi. Az igen, ah! Arosten szizoltok, Arosten. Ha végzünk ezzel a tesztmunkával, utána tényleg elmegyek, kipróbálom megint a Tesla X-et. Meg ugye ez csendes autó. Tényleg nem kell tankolni, csak szerelni, hogyha úgy van. Meglátjuk majd, srácok megérdemlik-e, hogy viselkednek addig, stb. Azért egyedül nagyon sok piros pont belement ebbe a... Hát ez nagyon brutálisan hozza a lóvét, szerintem jobb, mint most a helikopterezés. Meg ez talán nem annyira
egyhangú vagy unalmas, mint a helikopterezés, mert azért itt járkálsz ugye a városba, megismered egyre jobban a várost, kanyarról kanyarra, meg ütközöl másokkal, meg tehát van ropiszál is belőle, ütközöl valakivel, adsz neki egy szórólapot. Én is úgy hoztam be, hogy az alliderem-nek volt 15 PP-jemből, 10-et mondjuk tőlem kapott, és akkor így rátöltöttem neki még 5-öt, és akkor így kértük be. De hát jön még egyéni munkánk, ami csak nálunk lesz, elvileg 2 is, az is olyan, tudom, egy 80-100-120 PP lesz. És említettem már egy-két ismerősnek is, eléggé tetszik nekik az ötlet. Hát majd kiderül. De ehhez tényleg nagyon jó lenne egy Tesla. Az igen, Twitch-től, amúgy a csajokat mennyien nézik, te. Hát néztem a Dorcinak a streameit, ilyen 1000-1300-as megtekintések vannak, hát Jézusom. Most sincs? A desktop audiót feljebb húztam. Nálam pedig a desktop audiónál a hangsáv az mozog. Ja, hogy már mások meg arra szoktak panaszkodni, hogy hangos. Hát akkor húzok még rajt. Egy keveset. Ja, értem. Jó, rendben. Meg másban is majd a segítségedet szeretném kérni. Ilyen hangokat beállítani majd. Na nézzük meg, kivittünk 19 szórólapot, amiből lett 91 ezer dolcsink fél óra alatt, szóval tényleg ez a óránként 180 ezer kb. Igen! Ilyen tűzoltósat hogy lehet erpézni amúgy, ezt az érdekelne egyébként. Szépen haladunk, mindjárt megvan a 100 000, hát 103 000, durva. Durva, tényleg jó az a munka. Á, csak ugye, hogyha így nem vagytok a telepem mellette, akkor igazából nem jó. Mert nekem még ettől függetlenül is a telep. Ha, mi van veletek, ha? Ettől függetlenül is a telep az első. Ez is most így csak egy tesztadás, és majd meg tudom írni a srácoknak, hogy mennyit hoz egy óra alatt, hogyha ügyesek. Főleg, hogyha majd kipróbáljuk a gyors autóval is. Nem hiszem, hogy jelentősen többet hozna úgy. Mert ezzel azért át tudok menni egy-két bokron, meg nagyobb patkán. Azt azért meg az ilyenek megdobják elég jól.
Ez lesz a harmadik szerelésünk, ugye? Jaj, ez melyik szélső? Nem, megye beljebb. Ó, hogy hova megyek. Jó napot! Szemetet levigyem, jó napot! Nagyon jó, felmegyünk közben a rádióra. Mizumski. Jaj, hol van az emelőjében? Van a készítartóban, ezt kiveszem. Most berakjuk ide a gépjármű alá, szépen kérlek. Átnézzük, hogy megint mi ez a hangzavar. Danikám! Szia! Nagyon szépen köszönöm a követést. Üdvözöllek itt. Ahogy a írásban is olvashattad, itt egy szerelőtelep vezetőjének az életét nézheted meg. Ebben a digitális világban. Jelenleg most egy tesztadás van, bekerült a szórólapozás. És a szórólapos munkát tesztelem, hogy mennyit hoz óránként. Ilyen hibákkal, meg kétszer kikresseltem már. Hát olyan óránként 152 000-et ígér. És ahogy nézem, ez eléggé tartható dolog. És megint kikresselek. A Vanilla Unicorn mellett van valami, amitől kidob a játék. Az nem tetszik. Na hát akkor ez már a harmadik crash. Mert az előbb is ott fagytam ki, abba a kanyarba. Hát ez így elég gáz. Így sose tudjuk meg, hogy fixen mennyit hoz egy óra alatt, mert van még rá a 25 percünk kb. A 35-ig csinálom. Viszont most megint el kell mennem céges autóért újra felvenni a munkát. Ezzel elmegy megint 2-3 perc. Hát mindegy. Jó, és akkor a céges autónk az nyilván a poklokba sincs, de ott van. Ott van, hát. Ah, nagyon szépen köszönöm, hello, szia Valencia, neked is. Szia Zsolti, Jánosik Zsolti, szia, üdvözöllek itt téged is. Ez kemény amúgy. Jó napot, sztok! Ezt beküldjük a srácoknak, hogy bontható. Durva idáig elgurult egyébként az autó. Jó, anyám, nyomkodok itt össze-vissza mindent megint. Na, felvesszük újra a munkát, meg megjavítom az autót. Akkor még 25 percünk van rá. Nagyjából. Nem kérek autót, kösz. A hiper super gyors undorítóan RP nélküli szerelés lesz, amit tőlem nagyon ritkán láthattok.
Na hát akkor zsatarjunk is tovább. Azaz törje össze, nem volt törést ezt, na mindegy. Amúgy azt is jó lenne, hogyha valahogy meg tudnák oldani. Úgy, ahogy ne törjön össze itt szerelés után az autó. Legalább az autó 100%-os. Csak a külseje törik össze, pont ellentétben azzal, amikor garázsba rakod és kiveszed, akkor meg a külseje 100%-os. És... belül van ugye szar állapotba. Jó napot, vagytom valaki, jó napot! Meg vagyunk, zsatar tovább. Így. Na. Legkomolyabb céges autó. Jó, tudom, senkinek nincs ennyire mintás céges autója. Jó napot! Meghoztam a szólalapot, jó napot! Na, hát a stream 45 perce megy. 48, az elején elveszük azt a 8 percet. Hát mindegy, itt 1 óra 8 percig csinálom kb. És akkor van meg, hogy így hiba nélkül nagyjából mennyit hoz a munka. Azt hiszem azért 150 ezeret elérjük, azzal nem lesz gond. Mindig elfeltem, hogy innen jóval közelebb van. Meg ide érek vissza az autóhoz is. Köcsök klíma! Jó lapot! Lecsúsztatnám itt az ajtó alatt a szórólapot, jó lapot! Lemegy az egy óra, utána kajálok egyet. Azt lehet, hogy vissza is térek ide streamelni. Na most ez hol van? Ott lesz. Szuper és jó. Irigyelsz. Hát ünnepnap van, Angyala, nem kell irigyelni. Nem kell irigyelni, nem olyan jó áll nekem, mint azt sokan gondolják. Amúgy. Megpróbálom minél kevesebb kanyargásból ugye megoldani a dolgot. Minél gyorsabban kiérni. Na, ez itt lesz a lépcső fölött. Ja, mondom, ez ugyanaz, mint a kajaszállítós meló. Egyébként itt nem szórólapozni kéne, hanem alkatrészeket kiszállítani. Rakadtak volna be ilyen, tud ilyen... Bard és Unix-os dobozokat, akkor van az a netes... rendelős cucc, amit a szembe pedig nagyon sokan használják. Az a narancsárga fekete autódok, igen, olyan doboz is lehetett volna berakni. Azt hoznád ki a címekre amúgy. Szétadnám.
Még nem fogyott ki az üzemanyag. Rá is tankoltam, vagy rá is szereltem az előbb, de úgy jelentősen nem nagyon fogy az üzemanyag. Még egy 5000-es dír. Ja. Szerintem följebb van. Jó napot! Becsúsztattál a szórólapot az ajtól, jó napot! De jó lesz majd csinálni az öreggel is, majd nyomom egy kicsit. More! Jaj, te atya úristen! Az UV kávézó mellé megyünk kb. Megint. Egy ne. Azt a micsoda brutál jó kanyarokat veszünk, de Jézus atya úristen. Szent Szűz Mária. Ó, az hol van? Ja. Ja Isten, nyomjuk mind az állat. És akkor óra 8-ig, hogy van 14 percünk. Hogy állunk? 143 ezer, azt a kurva. 148 ezer. Ezt be lehet úgy is hozni egyébként, hogy a frakikasszára töltsön, csak akkor nem biztos, hogy csinálják a srácok. Viszont lehet, hogy az kéne, hogy amennyit a héten összeszednek, az van kiosztva jutalomba. Viszont akkor meg nem mennének a te... Á, nem tudom. Nehéz ez így. Hát most mindegy, úgy van nálunk, hogyha vannak a telepen, akkor mehet valaki szórólapozni, és csak szerelő, már tehát második rangtól használható a munka. Tehát szerelőtelep, bontózás, hogyha sokan vannak a városba. És akkor utána lehet szórólapozni, hogyha vagyunk tényleg egy 4-5-en. Akkor abból 1-2 maximum elmehet szórólapozni. Szedjék a pénzt, engem nem zavar. Na itt aztán megint bemegyünk 6-szor vagy 7-szer. Hogyan csináltam? Az előbb ideugrottam és nyomtam közben egyet. Ah. Bezárhatnák az ilyen házakat, na mindegy. Ah, most megvan. Ötezer-négyet adott megint, Jézusom. De hol a kocsim, he? Mi a fa? Ne. Az a megáltalkodott Szent Szűz Mária, hogy nem... Ó, hogy az a... Az meg! Áááá! Faszom, ó! Be van zárva. Publik meg sehol a környéken. Haló, na rádiósa vagyok, Istenem! Haló, haló, SOS mentést kérnék. Jó, jó, merre lenni? Nyugati fele indulhatsz is. Jó, jó. Sima téges. Én bánom, csak gyere. Korsz Center alatti főút, ahol a raktárház készül. Üüüü, bazd meg! Ahh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 
Na ezért kéne bezárni a házakat, mert bemész, kimész, azt eltűnik az autó. Tehát ezt még nem is igazán értem, hogy miért. Soret. Atya úristen, is rovad motorosok száguldoznak itt. Szent Szűz Mária. Álljuk lejjebb is megérjük is, de a korban nem vesznek talán annyira észre. Mégis valaki árból a végén. Összet vagy izé? Na, be van jelölve, akkor a szállít vagy a... Izé, menjünk létszi. Van itt egy ház, ami nyitva van, bementem, azt a kocsi meg eltűnt. Remek, ugye? Remélem, övet kötötték. Persze. Melletted, ne viccelj. Talán nincsen, hogy fék. Oda néz, tetünk. Ezt a kurva Zoli, bazd meg, másfél percünk van odaérni. Ne. Ez a turbo vagy a mirror parki szerelőtelep mellett lesz, úgyhogy húzzál bele. Hirtelen azt hittem, hogy USB a rendszáma. Jó, ehhez a melóhoz a Tesla X, az vajó lesz. Egy balos, el a pályá, hát másfél percünk van Zoli. Egyenesen, aha. Ki van a számoló, oda lehet írni. Meg kéne tanulnom fékezni. Egy perc, úristen, ez nagyon izgalmas. Egy perc és nyersz. Kb. Igen, hát még 8 percen van szállítani az egy órás tesztből. És 153 ezernél járnak, úgyhogy háromszor elvittek a crashmanók. Úgyhogy igazából, ja, az a 200 ezer majd nem tartható lenne. Meg hát, hogy egy gyorsabb autóval, mert holnap vagy valamikor kipróbálom ugye azzal az autóval, amit ad. Én se. Az épület oldalához, addig szereld meg, Lici. Itt te. Jó napot! Azaz. Adok 8 percet a következőre, az igen. Akkor mindig emelkedik az idő, vagy mi? Hát nem mindig. Hát ez ki... Ez megint ugyan... Ugyan oda kell visszamenni, Zoli, az autót majd átveszem tőled, kiraklak a telepen, azt én zsalok tovább, jó? Jó. Kösz. Sitz. Na, lerigó. A 2,5 mérföld, 8 perc alatt, hogy mennyi az simán teljesítő. Ja, persze. Ahogy ilyen 2 perceket ad. Szia! Hát jó, van ettől tesztadás, hogy... Nem. 50 dolcsit adsz érte max, vagy 25-öt. Júj.
Na hát az egy órás mix ugye lejárt, de a három crash miatt ezt a 6-8 percet még ráhúzzuk. És akkor derül ki igazából, hogy tényleg így egy óra alatt mennyit lehet összeszedni. Bár hát sajnos így sem fix óra, mert tényleg így a csúszásokkal elég gázul jön ki. De hát meglátjuk. Nem panaszkodok, tehát az egy óra alatt így a városba keveregve az 170-180 ezer, ez nagyon-nagyon jó összeg. Mondjuk a telepen is egy forgalmasabb órában azért ezt meg lehet. És nyilván megint ide jövünk. Na, szóval a egy forgalmasabb órában a telepen is meg lehet ezt keresni. Kurva életbe már. Az autónk még megvan. Bazd meg! Amúgy olyan szájbogúrt fos idő van megint, hogy a rohadt franc nem viszi el. De nem már! Az meg. Jó, megvan. Kicsit innen oldalról kell ráugrani az ajtóra. És akkor megvan a helyzet. 5500-et ad majdnem, Jézusom. És akkor maradt még 4 percünk, ez nagyjából 2 cím lesz. Júj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 
Úristen. Hát ez egy nagyon szép nagy esés volt. Jaj, Istenem, hol vagyok? Bentőt, he! Öff, bassz meg. Azt a kurva élet. Jaj, hol az emelő? Jaj. Jézus Isten. Szent gatyamadzak. Le is kell feküdnöm ide alulra egy kicsit. Ja, levegyezz az 1 óra, srácok, tartok egy kis ebédszünetet. Ja, hozok egy vastag púcsit, egy hosszú gyát, aztán kiülök a teraszra grillezni, bár ahogy fúj a szél, lehet, hogy ott is meg fogok fagyni. Gyerekek, olyan élet van itt, hogy kiülök a teraszra, ilyen autós telefontartóval az ablakra fölcuppantom a telefont, aztán nézek valami műsort, amíg elkészül a kaja. Azért lehet élni, na, azért lehet élni. Vettem ilyen bacon betekert, musikánkat, aztán azt fogom megpörgetni. Jobban szeretem mondjuk a házilag készített ilyen termékeket, de erre most nincsen lehetőségem, itt a lehetőségem lenne. Csak... nem, valahogy nem. Ornstein. Egyébként gondoltátok volna, az Urinstein az németül a húgykő. Bazd meg! Azt a kurveget! Mi rászta a szembe sávba, jó barátom? Azt a kurva, bazzeg. Hát most aztán meglepődtem már. Jaj, more. Azt a kurva eget. Megvagy. Hát, ja. Szomogyi. Cső. Jó, bazzeg. Egyébként pont téged kerestelek. Ez igen, ha megtaláltál. Egyébként olyat mondja, hogy magát nem érek, kaszkó, mennyi. Az attól függ, mennyit vagy a városban ilyenek, de napi 3 szerelés az számolva 20 nap, mert Hát kell. mondjuk, várjál, várjál. Hát max annyi kell nekem, 3 szerelés a személy. Ugye nagyjából egy ember 20 napot aktív, vagy pedig vagy mi nem vagyunk, vagy te nem vagy, tehát 20 nappal szoktam számolni. Ugye a 20x 3 az 60, a 6-ot szorozd be 5-tel, az ugye 300k lenne, amit itt hagysz nálunk. De ezt én el Igen. szoktam felezni 150, azt ennyi. A 150.
Meg tudjuk kötni. Mindjárt jó, még van egy címem, azt kiviszem, és akkor utána bent Tali. Jó, hát akkor nem átéljem ezek egyedül. Jó. Hát ugye ilyen is benne van a tesztadásban, hogy hát ütközöl meg ilyenek, szóval így realisztikusan tényleg kijött, hogy mennyit hoz egy óránként, de tényleg ez a 170 ezer, ez így reálisnak tűnik. Nagyon szépen köszönöm Asbikám a feliratkozást, szia, üdvözöllek itt. Hamarosan elérjük az 500-at, már nem kell sok, és hogyha elérjük az 500-at, az American Reality Roleplay szerverén ki fogok sorsolni 25 ezer piros pontot a feliratkozók között. Nyilván hát nem tudom, hogy érem el majd az illetőt, meg hogyan szedem ki ezt a listát, meg ilyenek, de majd megoldom. Na nézzétek, csak 168 ezer jött össze, és 100 szórólapunk volt, 44-et vittünk ki egy óra alatt, tehát igazából 1 perc, 20 másodperc az átlag. Na, szuper, ennek örülök. Ups. Pedig most a ARDC-n meg sem hirdettem a streamet. Na, van itt ez a Devil's Mechanic szerelőtelep, ide ne menjen senki. Mindenkit átvernek, meg lehúznak, meg ilyenek egyébként. Nagyon nagy keségek. Ide ne jöjjön senki. Jó napot! Hello, hello, segítetek? Szevasz uram, hogy vagy? Meg vagyok, köszi, köszi. Vanni kámcsik, szia. Miben tudok segíteni? Hát semmi, csak hoztam egy kis meglepit. Ja, igen. Ha már ilyen cukik vagytok ti is, meg minden. Ó, köszi, köszi. Oda kapsz ilyen gumicukor szemet is. Oda néz. Köszi, köszi. Aztán, hogy legyen energiát dolgozni, kapsz egy ilyen, nem tudom mi ez a Ember Energy, kapsz egy ilyet is. Köszönöm szépen. Aztán pucika a vezetőségnek, jók legyetek. Jó, jó, átadom. Csöcső. Ja, végignézted a tegnapi streamet? A beteg állat vagy. Nem gondoltam amúgy, hogy vannak ilyen emberek, akik végignéznek egy streamet. Én nem lennék rá képes, tehát... Na, Fannikám. Kíváncsi vagyok, hogy majd átadja-e az üdvözletemet a fiatalember. Miau. Anyádat. Jöjj ide, rossz helyen áll! Már mindegy, kiszálltam. Ott rohad el. Jó napot, sztok! Ide nézz Zolikám. Azt mondja, hogy... 154. Oda nézd, de jó néz ki. Tudom, már mutattam. Ja, na bazd meg. Azt mondja így, hogy volt benne hiba, meg crashmanó, meg minden 170 ezer egy óra. Kaptam a szórólapot. Tehát ilyen... Tényleg az a 180-200 tartható. 150. Ez itt ez mi van itt eldobva már megint? Hát nem hiszem el bezzeg. Ja, úgyhogy haladós a dolog elég jól. Úgyhogy hát szűnapom lesz, amikor pont lejár a Teslának a 2 hónapos valamije, és hát ugye Amerikában vagyunk, akkor már vegyünk amerikai autót, tehát a Tesla meg eléggé amerikai. Úgyhogy, hogyha ilyen 25 piros pontért berakják, akkor annyiért behozom. Mert az csak 15-ös. És az olcsóbb, de most jelenleg nem látom a frakciófejlesztésnél az árát. Az egyedi lehetőségek meglévő frakciófejlesztéseknél ott nincsen bent a 15-ös autó. Majd beleteszik, ahogy van, kérdezünk. Ja, írtam már. Írtam már ezzel kapcsolatban. Hát igen, majd mindjárt küldök is neked képet. Egy matt fekete Tesláról. És rá kell rakni a logót, de úgy, hogy a tetején is rajta legyen, viszont úgy, hogy a hátsó ablak felé legyen a felirat, vagy menet közben legyen olvasható. Aha. Azért az úgy pacekul néz neki, meg hát meg kell kérdezni, rá tudják rakni. Ezt ennyi igazából.
Na Uramszki, mi a helyzet? Mesélj valamit. Mindjárt csúnyalik. Hi, nem adtam le a munkát, hát. Ha lejár, addig lerazom. Ha lejár a idő, akkor mi akkor visszajössz, azt kezded újra. Ja, akkor lejár, akkor lejár, ha. De hát az, ahhoz nagyon bénának kell lenni. Százhatvan, 8947. Hát nálad jobb nincs egyébként, mert ez a legfúlyosabb, hogy ez van kifúl, ez van folyamatosan. Ja, ez így van. Meg még igyekszünk ilyen, hát most fejlesztések alatt van olyan dolog, ami csak nálunk, lesz kettő is. Úgyhogy meglátjuk. Igen. Aha. Úgy és ilyen, így van, én úgy kértem, hogy csak nálunk lehessen. Viszont ez olyan dolog, ami színesíti a városnak az életét, meg sós szituációkban felhasználható tárgy lesz egyébként, és azt fogjuk mi gyártani. Igen. Fix kártya, ugye? Micsoda? A fix kártya. Nem. Mert jó lenne. Fix kártya. Ez anyám. Én mondtam olyan kérdezőt, hogy a gumikkal kapcsolatban, de... Szóval, tudod mire jó, nem? Hogy így mész, megkezd a rendőrök elő, az gyorsan, és eljött, azt meg is javítódik a kocsit. Hát ennek semmi értelme nincsen. Ja. Úgyhogy ilyet biztos, hogy nem. Tudod, mivel rontod nekem most az egész várost? Na. Az AP-ban, vagy a Techline-nal. Igen? Hú, hát Humánban nagyon rossz, hogy jönnek is darálnak ott. Azzal, hogy meg kis pisztolyjal tartjuk. Hát elhiszem. Az aztán ő rendvileg mondta, hogy nem kéne ilyen mikróz, meg ilyesmi, aztán ott áll azt, hogy... Hát az egész rendvileg Technine-okkal járkál. Ki látott még ilyet? Kemény. Na, akkor mondj egy kaszkó árat, azt fizetek. 150. Ja, jó. Kicsapja egy kis zsebből. Mit kicsapom is ebből? Azaz. Két ATM ára. Ez nem sok. De kedvenc számod vagy ikám. Akkor megvédem. Kérlek szépen a 177-es. Ja, amúgy az erre van kitalálva egyébként, hogy nem kéne megkérdezgetni, hanem csak így ránéz és megtudod. Hát megtekintse. Úgy van amúgy. Úgy kéne. Csak hát a harmadik szemeddel úgy van. Ja, tudom. Köszi. Figyú, a nagy applikáción igen. Keres, írjál rám, aha. Jó, és... És akkor fogok küldeni neked egy kérdőívet, amit majd ki kéne tölteni. 4 egyszerű vagy 3 egyszerű kérdés. Meg kell rólad, majd én lövök egy fotót. Annyi, hogy egy pár autót hozzá belétsz, és akkor lövök rólad egy fotót ott a kivetítő előtt. Hát egy autón van meg egy motor. Ja, jó, oké. Nem az, mert ez téges autó. Azt is lefotózzuk, mert akkor legalább tudjuk, hogy azzal jössz be. Hogy azzal is bejöhetsz. Jó. Igen. Beírtam valahol a kezdésemet és eltűnt. Most írtam be megint. Hát mit csinálják vele? Azt hittem, eltüntetted. Hát én biztos nem. Akkor lehet, hogy valahol soha írtam be és azt kell keresni akkor. Azt hittem, megfogod találni beírásokat, de nem vagy. Szóval az erőtelepséget megkereslek. Zoli, az izéval mi legyen a fügykössel? 5 órája volt az első héten, 5,5, az első 2-3 napban. Utána meg 7,5, igazából második óta itt van, tehát 16 napja, és egyszer se volt meg a 10 óra. Viszont még a héten meg lehet neki. Megvárják ezt lehetett. Feldobjuk szerelőbe? Itt szerelőbe? Egy kaszkulcót.
Hát hétfőn lesz átbeszélt, akkor itt jó. Ranglapokat, azt mondtad. Hétközben azt mondtad, hogy nem? Hát most a nyuszit is feldobtam mondjuk. Jó, azt láttam. IC név. Mi... Kód. A ízét felvettem Mátét, jó? Jár intézted, köszi. Aha, majd ő feje fel kellett dobni, csak nem láttam abszolút még panelbe. Ja, egy 20 percet kell várni. Én utólag feldobom. 11-8. Bóse. Meghoztam az egyetlen autómat, az is le van füstölve. Nem sokáig. Jó képet akkor megintézzük. Döved a képet, mert nekem jó útos. Ha majd egy beállítást nyomunk, aztán új. Matyi? Igen. Törött rádiót adhatom neked? Hát adok inkább egy javítót, azt csináld meg magadnak, jobban jársz. Jaj. Mert le tudod adni ugye 1550 darabját. Mennyibe kell az a javító? Egy tízezeres, de hát azzal bármennyit meg tudsz csinálni. Kösz. Odaadom a pénzt. Jó, jó, hozok egy javítót, elvileg van a tárlómba is. Ebbe a tárlóba ne nézzen bele senki. Jézus Úristen. Ugorják ki a zsebedbe nagyon gyorsan. Parancsolj. Köszi. Kösz, kösz. Hozd a Porsche-t létszi, a másikat. Azt amúgy hova lett a fiatalember? Aztán árulhatná nekem valaki. Mis ide? Ja, bennél a kocsiba. Vialakba, 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 úgy, úgy. Úgy gondoltam én is. Ja, és akkor a két autó közé állj be, légy szé. Oké, szuper. Viszont, hogyha családi színváltozás van, meg ilyenek, szóljál, légy szíves. Az nem minden, hogy ez lesz. Jó, megvan a fotó, mindjárt kiraklak. Azt ennyi. Jó, írd vissza majd az adatokat, amiket kértem. Már visszaírtam. Jó. Tök jó kaszkókodot találtam. Tudod, mi az? Nem, ilyet nem, ilyet nem. Mondtam, hogy autószereléshez kapcsolódó legyen. Hát az az. Hát de nem. Mi talált ki? Valami hibát találj ki, amit fixen mindig mondasz. Ja. De Fanny, úgy működik, hogy kurvára nem éri meg már behozni, mert nem kerestek belőle semmit. Meg a hibájának a... Valami egyszavas, két-három szavas valamit. Hűtőföldékcsere, köszi szépen. Ennyi, az is jó amúgy. Az jó lesz, hűtőföldékcsere, az jó lesz. Oké, akkor írd le, légy szív. Meg ugye az a baj, Fanni, ezzel is, hogy minél több benne behozzák, annál több felé osztódik az alkatrész, és annál kevesebbet kap mindenki belőle. Viszont, ha csak a bontózást hozod be, akkor másoknak az alkatrészeit fogod megkapni, és azokat el tudod adni pénzért ennyi. De nem, abszolút nem éri már meg semmit behozni, mert rengeteg mindenkinek van ugyan ez, és így elég szar a rendszer. Hogy már rájöttem mi, hogy annyira hiperaktív, Matyi. Rakét van a lábadon. Hogy micsoda? A
Rakéta van a lábán, látod? A gyújtógyertya, te nagyon ezes. Jó, akkor szagúgy tatuálták rá a lábadra. De én azt nem annak néztem ki hirtelen. Az tényleg az, az gyújtógyertya. Jön a Mate is, majd el kell intézni. Tegnap este nem lehet intézni, mi? Ha találsz, hát azt behozod nekünk, azt átvesszük. Igen, 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 csak ilyen fél 11-kor aztán olyan fél 2-ig nem intézte senki. Aha. Ez az ettem melyek is, az ATM-et megcsinálom, visszaszerzem azt a 150k-t. Annyi. Intézem. Úgy 25-ös elérhető. Ilyen 40-es. Mondjuk most kéne szerezem 10 már megint? Ah, Matyi, hogy rászámíthatok olyan esetben, hogy te a szernek 10 misit, akkor behozott nekem egy Matyi Viákot. Nem. Uh-huh. Nem, én csak olyanra költök, ami hosszú távon... Hosszú távon befektetés, tehát nem olyat, hogy egy perc alatt meggazdagszok, hanem olyat, amivel esetleg a sós gazdagodik, vagy a város. Akkor folyamatosan nem csinálom. Neked. Kérlek, az ember találom, hogy 10 is ért behozott nekem. Mit? 25 kásod. De, persze. 10 év biztosan nem fognak. Most akkor hús. Még 15 ér sem nagyon találsz. Igaz a maximum pedig. Miért inkább megyek használt? Jobban jársz. Melyik autót nézted ki? Nem tudom, a Vulcan miért szerintem? Voltak fent, itt van a Vulcan, 12 és félé. 12 és félé. A javítókészlet arra van, hogy meg tudod javítani az alkatrészeket, és akkor többet adunk érte. Hát az 500 helyett, 500 dolcsi helyett mondjuk 1000-1002. Hogy hívják? Egyedi. Tesla X Model 7 és fél év volt. Miben van? Aha, Tesla X Model. Ben van a használatban? Aha. Hülye, már megyek is. Menjél már, fussál már, faszom! De ha beszapadsz, én megbaszlak. Ha kell info, Fanni, akkor szóljál majd nyugodtan. Adjál valami autót gyorsan. Hol van? Ó, ne már, cool, ez van, itt van, jó. Ennek is majd beküldöm a nevét, mert nem jó. Júj, hát hova megyek? Azt azért beszentíztük. Későbbi esetleges csere alapnak is jó a Tesla. Meg egyébként tényleg jó, tehát nagyon jól megy. Nagyon remélem, hogy nem lesz elrontva a handlingje. Nagyon... Hát az micsoda? Hát az 300 ezeret, ha ér, igen.
Tudom, de hát nem ér annyit, hát max 1 milliót akkor is, vagy más felettet nem. Hallatszik a hangja, hogy menne, még csak vissza van fogva. Hát ez a 240-es limit, basszus. Addig a rőt szakál. Mi van a használatban? Tesla X. Tesla X, azonnal, hát már régóta meg akarom venni. 75, 750, 7500, 75000, 750000 és 7,5 millió. Adásvételünk van. Igazából ezt a 7,5 milliót simán visszakeresem a méhekből, szóval... Zoli, te most szopadsz? Á, megvan. Mondtam, hogy ott van. Hülye, mennyi autóben van, basszus. És ugye eléggé a végén van, szóval... Elég régóta itt pihen. Hát ezt megvette a Matyi papa. Hello, szia! Hát ez kegyetlen. Mat fekete, ahogy akarnám, semmi, dobunk rá egy felnit. Valami lágyabb gyöngyházat. És nem vették ki hétfélér? Nem már. Ez kurva jó, nem hagytak a kesztartó semmit? De, doksi. Ha-ha! Mindjárt megnézzük. Lehet, hogy forgalmi van benne, amúgy. Jó. Mindig a sok ülés, meg minden. Aha, júj, de hogy megy, anyád. Alain, halk is minden. Már 200. Szevasz. Kettő-negyven, ennyi volt. Hát ez brutál jót megy amúgy. Hát ez kegyetlen. Mehetsz vele lágy szerepen, tehát ugye homokos úton. És még a kanyart is beveszi fúgázon. Hát mi ez az autó, basszus? Jézusom, ez nagyon-nagyon megy. Arsten, ez nagyon száguld, Arsten. A tetejére biztos, hogy nem lehet matizát rakni, mert ugye X-ben nyílik az ajtó. Igazából ez az autó arra is jó, hogy sokan keresik. És ugye elcserélni 25-ösre. Arra is egyébként megéri, megérheti. Sötétedik az eleje, és az a tükör az elég szar, így, hogy nincs a másik oldalt. De jó, pacek, ez most megérte nagyon. Pedig régóta bent lett, mert ugye a használt ker alján volt, szóval... Hogy nem vettem én is észre? Nem, ami újan rakódik be, az a tetején van. Egyébként, ezt megfigyeltük. Nem tudom, szerintem a legelejére. Mert tegnap is sor elejéről tűntek el az autók, amikor berakták.
Ha nem baj. Oda ez még gyorsul. Hát Jézusom. Hű, more. Mindjárt rákérem a health rend számot, aztán izé... Azt mondom céges. Iiii! Iiii, Zoli, ha mit vettem? Azt a kurva, azt a kurva! Iiii, ha örülök, izé, Matyi papa. Elejéren lehet, két ajtóra kicsibe. Azt a kurva! Ki kellene fullozni, az jó van. Kérek rá egy izét az önkorinál, health rend számot. Azt azt mondom, céges, hallod? Hát de nem. Na, pénz meg nincs nálam, hogy kifullozzam. Azt mondja, hogy motor megvan, fék megvan, nézem pillanat, váltó. Talán a felfüggesztés nem volt fullosja. Így, az egy 18.000-es páncél, 100-as páncél van benne. Azt a kurva. Hát hülye, 240. Rettenet az az autó, te hülye. Szép nagyok rajta a felnik is. Hát ez igen jó. Belelóg, belelóg, belelóg. Ez is jó. Felniket szeretnék nézni valami. Ehhez illő felniket, mert ez kicsit ilyen sötétes. Esetleg, hogyha van valamit lehet színezni. Jó lesz. Aha, másolag a szín meg a belsejét színezi, de jó. Hát szerintem marad ez a fekete-fehér dizájn, tök jó. És egy matt festés. És úgy rádobjuk. Szia Gergőke! Nem is jöttem vissza, ne haragudj, szia! És rádobjuk a jégfehér gyöngyházat. A sárga az sok. De a sárga se rossz. 21.000-et hozzá, légy szép. Ú, ez a gyémántkék, ez jó rajta, nézzétek. Szívesen, ha esetleg eszébe jutna egy szágad is, vagy valami más, akkor ez megnézi, és akkor tudja, hol kell jönni. Oké, oké, köszönöm. Mi köszönöm, mi szép napot. Szép napot, csáó. Szép napot. Na, akkor azt kell megnézni, hogy a elejére mehet. Oldalára hello, hello. Is. Csáó. Hát, ugye nem fér oda, mert azt sűnyen néz neki. Elejére meg oldalára. Figyelj, Zoli, szerintem a két oldalára elég bőven. Oké. Okay. Tegnap délután atok, vagyis hát nem. Tegnap délután melyik ötök volt itt, mert hallottam ezt a kamionos ügyet. Milyen kamionos ügyet? Mi? Hát, hogy elvileg egy rendőr ugye bekísért egy kamionost ide. Aztán megszereltette neki a kamionját, és hogy 5000-et kértetek tőle. Ez eddig oké, persze. Mi is annyit kérünk. Amúgy csak 4000 lenne, na mindegy. Csak az úr itt a kamionos mondott egy olyat, hogy mi a Devils-ben 4000-ért szerelünk neki kamiont. Aztán ugye a rendőr most jött oda én hozzám, hogy itt panaszkodott több ember is, hogy hát mikor megvan beszélve, hogy 5000-ért szerelünk meg, mit tudom én, micsoda. Aztán csak annyi, hogy tényleg 5000-ért szerelünk kamiont is mi. Mi 4000-ért, mert ugye ők is munkás emberek, szóval... Ja, csak ugye megbeszélve ez, hogy 5000-ért szerelünk mindent, aztán ennyi. Hát mi a csajoknak is ingyen szerelünk igazából, és ez miatt is panaszkodnak, hogy diszkriminatív. Hát mondom, ez van srácok, mióta mi megnyitottunk, a csajoknak ingyen szerelünk, másfél éve, úgyhogy ezen nem... Csak hogy mi nem 4000-ért szerelünk, az a biztos. Én nem voltam itt, nem tudok róla. Én se. Ki volt itt ilyen 3 óra fele tegnap. Fingom nincs. Léci, mondjátok meg neki aztán. Persze. Jó. Na jó, jó. Sziasztok. Köszi azért, csáó. Ilyen panoráma ablak meg minden, de komoly. Mikor ötletted volna a hetire?
Tessék? Lehet, hogy az a Scott volt, nem? Mert ő vele voltunk itt 3 óra felé. Küldök egy képet erről a Zolinak. Küldtem be a városi képek szobába erről az autóról a képe, és majd próbáld meg megoldani, vagy hát nem tudom, inkább világosba csinálok a képet, várjál. Ó, ide jó néz ki, gyerekek, hát úristen. Egy. Akkor beküldjük a Zolinak, és akkor megpróbál rá egy matricát csinálni. Ups. Ezt megnézzük majd úgy, hogy néz ki. De hát ez most brutális, mert hát nézzük. És 100 fölött a csém úgy megindul, hogy atya úristen amúgy. Hol lőnek ám benne. Megpróbálom városba, hogy milyen. Kicsit kanyargok vele. Hát az gyorsulás az elképesztő. Nagyon jó. Még egy féket. Brutális. Ez 100 fölött, ahogy megindul, hát ez eszméletlen. Ups. Imore. Kocsak duda. Ha megdobja valagát azért az aszfalt, akkor azért eldobja, de nyilván ez melyik autó nem ilyen. Tapadásvesztés lép fel hátul, aztán eldobja a hát, nagyon jó. Hát gyerekek, ezt aki nem vette meg 7,5 ér, az hülye. Esküszöm nektek. Jézusom, bazzeg. Hát ez kegyetlen. A gyerekek, ez kegyetlen ez a verde. Nagyon brutális. Nagyon brutális. Hát ez kegyetlen. Nem csúszik annyira, de... mit csináltok, he? Zoli, ez az autó, ez egy vadállat. A motorház azért tudnék még elszínni, hogy Hells logó, de igazából felesleges. Annyit kéne esetleg, hogy ilyen a motorháztető ilyen lángmintás legyen, ilyen, mit tudom én, egy harmada, vagy valami. Előről is van akkor róla kép? Nincs. Nincs. Hát kimész, azt csinálsz, vagy valami. Nagyon jó, hallod, brutálisat megy. 100 felett úgy megindul, hogy eszméletlen. Hát ez céges autó, gyanús gyerekek. És akkor ebbe tényleg beférünk annyian, amennyi ülés van, vagy csak... Nem hiszem, tévhit. Szerintem ugyanúgy csak 4 személyes. Uh-huh. Ja, de várjál, volt benne egy dokumentum. Mi? Ne, ez a Planktoné volt. Itt a tulajdonos neve. Na meg ez a Josh Alex írta ezért a forgalmit. Azt kell majd. És szép a forgalmi amúgy. A családban maradt az autó. Ha mondjuk szóltott volna, hogy eladja, mert akkor be se kell volna rakni. De nem tudom, ezt aki nem vette meg 7,5 ér, hát az hülye. Esküszöm nektek. Nagyon jó. Szerintem én nem megyek, meg veszek egy rádió, mert... Nem kell, hát van a tárolóban, vagy 50 darab, hanem 70. Na jó. Rádió van, tárolóban megyek. Na jó. Hát ez brutális az autó, úristen.
Híd túloldala 2.25. Az oké. Nagyon durva, geci. Bocsánat, ilyen kaszkókat, akkor régieket majd kitörüljük. Hát ami lejárt, az törölt ki, persze. Oké. Valahogy fölvillan 2.41-re. Ebben van valami. Csiaj! Meg vagy, he? Elnézést kívánok. Elnézést kívánok. Aha. De kollégája volt, csak benn volt a használatban, és a forgalmi meg benn volt a jelszőtartóban. Azt onnan látom. A plankton jó volt. Aha. Benn a plankton forgalmia, meg hogy Hellstas csinálta a forgalmit is. Az a csávó mindent el. Nem baj, hát ez, amúgy ezt be akarom hozni cégesnek is majd. Ez, ez olyat lép, hogy ez cégesnek nagyon jó. Meg megpróbáljuk. Van rá lehetőség, hogy berakod cégesnek. Persze, hát június 22-től akkor jár le a 2 hónapja. Megkérdezem majd, hogy mennyi, mert csak a 25-ös van kinn a frakciófejlesztésnél, de 15-esek ugye szerintem olcsóbban berakják. Úgyhogy hát meglátjuk. Addig hogy viselkedtek, meg megérdemlitek-e, meg ilyenek, azt akkor egy papa behozza. Nem hajrá. Ja. Na jó, kegyetlen jó megy. Százas. Resi, Tabit, be kell mondani, mert itt gondok vannak itt a fejbe, érted? Ja, ja, ja. Ja, százas, nem? Fejezd be nyugodtan. Azért a páncél is százas benne, full, 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 meka full. Amúgy. Hát na, halad a hit túloldala 2.25. Úgyhogy innen a garázsból kifordultam az előbb. Hát hamar kiérünk majd címekre. Az a helyzet. Csak kell rá egy matrica design. Mit? Ez is nem megbassza, hanem. Na mi van, hát? Uram, de hát a alkatrész. Mit szemeteltek itt már megint? Alkatrészek. Alkatrész. Ja? Alkatrészek. Mindenki átvesz, srácok, mindenki. Elég sokat. Nyomjad, Zoli. Akkor jó. Nektek kell a pénz, nem nekem. Hát ez igen, ott van. Most vetted? Aha. Jó, akkor tőle vetted, köszönjük. Igen, pedig a kollégája volt. Kollégám? Aha, hát benne volt a forgalmia még az előző tulajnak. Valószínű. Ja, hát én nem szoktam csinálni forgalmi. Én csak megcsinálom, átszínzem magadnak, meg ilyenek a szakéz. Hát már régóta kerestem, meg igazából így jó áron is volt igazából, szóval mert lett volna mástól is, de úgy, hogy 25-est adjak ért, tehát mondom, te hülye vagy? Aztán így... Hát teljesen mindegy, amúgy megéri. Hát árilag ugye nyilván nem. Mert még mindig megy. Na várjál. Tehát árához képest, amit tud, mehetsz vele ugye földuton. Nyilván nem 200-al, de mehetsz vele. Okay. Meg 4 személyes, meg elektromos, nem kell tankolni. Szóval... Nem. Megcsinálták? Mhm. Uh-huh. Szóval be is hozom majd cégesnek is valószínű. Hát, meg igazából... Hát tudom, június 22. Mm. De... Mit akarok mondani? Nagyon jó. Tehát igen jó. Ja, kúra jó, nekem is jön tetszett, csak most... Vettem az MK4-et, aztán leígtem KP-ileg, aztán kell egy kicsit. Úgy is eladásra vettem, én is maxért vettem meg, szóval ugye nyilván kerestem rajta semmit. Tudtam, hogy annyira is viszik, aztán jó van. Ja, meg rakok rá egy izét, helyes rendszámot, helyes feliratot, azt mondom céges, érted? Azt tudom vele csinálni az izét, a szórólapos munkát. Ennyi. Lesz is olyan hülye, amelyik elhiszi, hogy céges amúgy. A rajta rendszám. Na most figyelj, hát most több lábon kell állni, tudod. Ja, ja, ja. Jó, akkor ez azért még egyszer. Ez a járulást. Neki kell mennem meg kivenni a pénzt. Annyi. Azért néztem még, mert mondom, nincs már fent, azt mondom, hogy kérdezd meg. Most szólt a kolléga, de azonnal megyek, de mondom, ha szivat. Én meg sem néztem, hogy benn van, csak mentem egybe, csak bírtam. Ja, én nem kijöttem amúgy.
Én nem értem, hogy nem vették még ki onnan, amúgy. Ja, most korábban nincsenek azok, akik gyorsan megmennek. Mikor hozzá raktad be? Hú, egy órája. Ja, aha, akkor tényleg a végére kerül az, ami friss. Mert Ungi messze meg Moxáról, hogy közben még meg. Aha. De jó, köszönöm még egyszer. Köszi szépen. Csücsük. Hát ez igen ott van, srácok. Ez igen ott van. Na, egy kis türelmeteket kérném, kiraknám a kaszkó képet az úrról. Ezt meg kell csinálnom, ez egy pár percet vesz igénybe, maximum kettőt. Addig lecsüccsenünk ide. Kéne szedni az asztalra a képet először, onnan be a programba, és akkor programba ráírom az adatokat, és utána kell feltöltenem. Na? Csinálom a kaszkó képet. Jó. Le itt vagyok. Törölni akartam a régeket, csak... Hát ami lejárt, az töröld nyugodtan. Jaja. Most van 5. hó 18. Szonya a neve a fiatal úrnak. Ma is 5. az lejárt. Marcelito Dali. Többi az még érvényes. Bácsi. Tisztelet, Majtás itt van. Szeva! Szia! Nyos. Nem tudok semmit. Nem dolgoz. Hát figyelj, én már halálra dolgoztam magam. Ami fejbe. Ünnep van, ünnep van. Nálatok is. Mhm. Szerintem egyik aludtam be, azok alájtottam kivergődni az a... Azt a mindenek. Mondom, feljövök, hát van valami izé. Hát is semmi, a dél előtt. Jó, szerintem a filmtől fel a szerelőtelepén. Igen, 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 igen. Szóval beállta én is. Fogadjunk mindenki, ezért elfoglalva van, azok a szemtelenek rablást indítani. Lehet. Á, most nekünk itt van az a szórólapozás is. A 170 ezer szedtem ki egy óra alatt. Azt lehet csinálni céges kocsival is. Szóval elég pacik a helyzet. A gyártása mondjuk az sok idő. De megéri. Na, itt is vagyok, végeztem a képpel. Mi van meg kölyedőgózsebben? Nem is azonban. Nyisd ki, vagy vedd ki a kezedet, légy szíves zsebedből. Gondolja használra. Fannikám, akkor igazad volt, hogy az újjak alulra kerülnek, én azt hittem, hogy felülre. Hát az ember nem. Tessék? Nagyon bogány. Ugye? Hát lesz majd rajta egy kis változás, de idővel. Most megszereztem az újra védelmes mindenre. Látom.
Fegyetlen vezetlen, aki ment a vizére. Jaktra. Rájöttem, hogy kis pisztolyom, oda nem szokott. Ez mi az a lila pisztoly itt a kezedbe? Csak ez a vindalom, hogy teszel be. Micsoda? Jól vagy? Meg vagy? Hát azt mondom, ez az új rendvédelmes. Ja. Úgy néz ki, hogy sokkoló lenne. Hát tényleg nem mit teszem. Én elhiszem neked. Aminek rajtad. Ú, nagyon izé, torzít a hangszálad. Ja, hát nem vagyok most itt a izé, internet. Szerintem nem azon múlik. De azon múlik, mert ma hadd mindjárt csatlakoztam újra szarnapét. Aha. Ja, az az AP? Na. Az igen. Én nem érted mi a faszéd ide. Ja, én sem. Megnézhetem. Aha. A rendőrgyilkosságért publikus területen mennyit kapok? Azt a kurva, de jól néz ki amúgy. Hopp, van nálam egy üzemanyagkanna, és nem félek használni. És akkor ez ilyen gyorsan lő itt, vagy mi? Jézus úristen. Aha, ez nem olyan, hogy belenézek. Nagyon beszosz. Az annyira nem nekem való az a lövöldözés, hogy Jézusom. A másik lámpát miért nem viszi ki? Megvan. Mennyi töltény fér bele? Publikus területen lövöldözik. Tegye fel a kezed. Mennyi golyó fér bele? Tisztem valahány 18-20. Aha. Parancsolj. Te két másodperccel kiszavarja. Ezt a mindenit, ja. Amúgy az a golyót is kapcsolni kéne, amúgy úgy lenne értelme. Nem lenne annyi lövöldözés, ne aggódj, ha mindenkinek golyót kéne csinálni. Ezt egyszer csak elfogyna a golyó a városba. Lenne értéke a tölténynek. Na jó. Szóval lelépjük be azok a kegyetlen háromhoz. Az kemény. Jó, majd jól összejövök, hogy csak... Oksa, rendben van. Rendben van. Egyébként örülök neki, hogy 4-en, 5-en, 6-an itt vagytok folyamatosan. Köszönöm nektek egyébként. Tök jó, örülök neki egyébként. Na Mizu, srácok, merre? Tupak. Az csinálja az autót. Ferri még elment akkor szórólapozni. Mondta neki, hogy akkor ideje ugye olyan, amikor lejár. Azt tudja is. Ferri, csinálja. Melyik, várjál, melyik a Ferri? A Ferko? Aha. A francos Ferri. Igen. Jó. Az ugye elment, hogy aha. Ő mindig este szokta beírni az aktivitását. Jó, hát akkor megnézzük majd, hogy van-e vele visszaélés. Ciao. 12.05-kor tizéte. Jó, oké. Amikor használhassa a céges, nem? Persze, ez benne van a videóban is. Oké. Az normális, hogy okaink is adott. Annyira nem, most itt volt a rendvédelem, fel is jelenthetted volna. Amúgy. Belecsúsztatott egy később. Hát én így is jó függő vagyok, én ilyen szerben nem akarok már élni. Nekem elég volt. Jó, van hát. Ups. Az kicsúszott. Hát annak az a dolga. Annak. Eddig jó, eddig tetszik. Eddig fajn. Nem baj. Nem tudom meg. Balajos kezdjük, gecik vagyunk. Jaj, az sinyal volt. Jaj. Nem baj. Nézzük akkor megint mit árulnak.
Behúzok egy 900, a öreg 9 millió más. Könnyebb észrevenni, ha valaki nincsben. Most nincs valami jó megint. Igen. Igen, kobra busz. 9 millió egy. Hát ez nagyon olcsó. Akinek van rá a pénze. Igen. Karma van fönt 8. Mióta a pandemednek a rendszáma? Ha látnám a pandemet, vagy azt a rendszámot, akkor beugrana, de így nem ugrik be. LUT 400. Nem. Azt hiszem volt bent I. Van még ez a Mercedes C63S 2023, ez még 6 millió ég, nem is olyan izé, nem is olyan sok. Ja, és az viszonylag új autó. Ja, láttam. Engem egy valami baszott fő. A 488 LB Ferrica, ugye? Jó, hát az... 10 millió. Elesd el, tehát az fasság. Jó, de az üttelős is, nem az Szegia farát. Hát kicsit, de most ugye javítottak rajta valamit. Jó, mondja, hát most 10 millió kérteg, én nem fogok kiadni egy olyan kocsiért, ami nekem nem ég meg. Hát igen. Sose ért annyit, nem is fog. Főleg, mikor én Mercedes fan vagyok, akkor nem veszek egy Ferrari-t, mert ki nem állhatom. Főleg nem a BMW-t, fúj. Még az Audi kólával elmegy a BMW, biztos, hogy nem. Inkább köszönek fel. Vagy heréljenek, az igen. Én nem tudom. De BMW-k soha, még vezetni se vezetek. Hát ez az, hogy én is így vagyok veled, de amúgy én is így kezdtem Mercivel, aztán mi van? Vannak japánok is. Jó, hát a japán kocsikban én, amit szeretek, az egy kategória van, az pedig a Nissan, ami úgy megbízható, szerintem. A többi az mind vasba való. Már nem megváltás kép, de... Nem tudom, én mit. Hát akkor egyébként én most elmegyek a templomba és elmondok egy imát az életedért, ezekért az elhangzott mondatokért. Nem azzal megyek. Nem veszíted a japán autókat, csak az hű és kerekség. Bírom kicsit, csak én inkább ilyen régebbi. Megnézem, hozok nektek izé Gameboyt, mindjárt jövök. Kinek adhatom az alkatrészeket? Nem szeretem az elektromos autókat amúgy annyira. De hát ez kegyetlen, undorítót megy nagyon. Lehet vele kanyarod? Jézus úristen. Jó, és aj nagyon jó. Gyerekek, ez undorító az autó. Nagyon jó. A Gameboy. Jézusom, jó, meg, és megáll, nagyon jó. Jó, hogy lent is világít a féklámpa, tetszik. Ennyi volt a főpó oda-vissza, még vásároltam is. Jézusom! Vannak ilyen sérült alkatrészeim is, azokat mennyiben veszünk? Tudunk hozzáadni akár javítókészletet is, és akkor dupla áron vesszük be. Jó, de nem a sajátunk. Nem a sajátunk. Ja, nem a sajátunk, aha. Hát azt is üző 250-ér. Hát akkor elmegyek és megjavítatom, mert tudom, hogy többiek. Akkor se tudunk többet adni érte. Ja, nem, akkor nem baj, akkor azokat megtartom, mert többen aktívak, hallod? Mert behalok, se attól nézem aktív, se a baktalokkár, akinél lehet még adni, a Westside nem most voltam, ott sincsen senki. Na, az most hogy működik? Valam később erők szoktak aktívak adni. Hozok egy autót, mert nem fér el nálam mind. Aha. Jó fasz. Mi?
Aha. Lehet snakezni, de komoly. Hát, nagyon gyors. És akkor mi ez a Game Boy vagy Game Boy vagy? Lehet volna játszani. Aha. Áh. Persze, ezt egy gyors összeszámolom. Azt kezd, hogy kell. Mágia ugik. Jó, van ez nem nekem való. Valha jó. És ha belemegyek magamba, aha, akkor. Hát ez hatalmas. Jó. Mario Bros. Press. És start. Aha, hogy itt megyek. És mit kell csinálni? Menj már, mivel ugrok? Mivel ugrok? EQV. Valamivel ugrott. Sőt ugrik, jó. Hát ez hatalmas. A többit is majd hozzászámoljuk. Parancsolj. Köszönöm. Köszönöm. Megvan szívesen. A balangomba. Bassz, bassz. Á, Super Mario, hát szétadom. De most mit játszottak ti amúgy? Game Boy-on a Flappy Bird, meg Super Mario, meg ilyenek. Isten mit, mert én nem értek hozzá. Júj! Hát jó, de a Flappy Bird az nem jó. Ciao. Ez mi az a 2048? Hoztad az audiobot? Aha, hogy ne. Ez igen kemény. Jó cucc. Az a jó, hogy ez nem vehető meg. Ó, Isten. Na mi az a mester? Jó, minden. Mi legyen mester? Megy a meló. Hogy ne menne? Akkor nagyon szuper. Én nem látom ki a takonyba. Jobbulást. Köszönöm, köszönöm. Na van, srácok, én kilövöm egy előre a szívet, mert kajálok egyet, meg ilyenek. Nem szeretek úgy itt lenni, hogy kajálok. Meg el kell ugranom megcsinálni a kaját is, meg ilyenek. Melyik ez az X? Aha, most volt benne használatban, azonnal megvettem. Kurva jó. Tudtam, hogy megvette. Mennyire adtál le? Hát, teli áron, 7,5. De nagyon, tehát ez undorítva jó. Az a régi. A szórólapos munkához kurva durva lesz amúgy. Igen, jó, tegnap hát az rettenet. Reggel is megnéztem, mert most elfelejtettem megnézni végig. Aha. De már vágom, hogy ott van kinn a nem, egyszerűen nem tudom rövidebbre csinálni ezt a videót, ugye, mert hát benne kell lenni, hogy hol veszed az alkatrészt, hogy jutsz oda, minden, úgyhogy... Ott vagy, már nézd meg az alvasszámot. Zoli olyan láng, mint a kéne erre a kocsira, hogy a... az első keréknél, ami van a küszöbnél a sarok, ugye ott lent legyen a minta, és egészen föl a hátsó lámpáig ilyen ferdén, ilyen láng minta, és akkor az első ajtóra meg a Hells logót rárakni. Én így gondoltam egyébként. Aha, elindul. De hogy tudsz elesni? Én nem tudom. Van ilyen, hát drogozott szerintem. Igen. Szúrja magát a kolóba? Ízlekkel valamit találok. Kicsit modellhibás, mert ott a keréknél belelóg a fék, nem fordul. De a féknyerek fordul, csak a tárcsa nem, figyeld. Kemény. Ez volt a pandemné is, amúgy. Igen? Aha. Komoly. Még a lámpája, nem sorolhatnám. De eznek nagyon jó a lámpája. Világít alul is, az a macska szem, tolató lámpa is, ledes, minden, a nagyon jó. Vízjelzőt kapcsoljad be. Az is. Parancsolj. Ez is, legalább. Aha, elől az a kis macska fog. Aha, jaj. De nagyon ott van ez a Verda, komolyan. Nincs kell hátsó ajtókat, de ne repülj egyet. Amúgy. Figyeld. Ja.
Aha. Aha. Csak. Azt hittem, az is oldalos annyi. Nem. Hú, izé kéne, kis busz ilyen húzós ajtóval. Jákko. Ezt a brakoszpai mindig elakvárják. Na, akkor kéne most átugrani a ütéseknél. Arra nagyon fáj a fogom. Ja, hát lehet lőni. Amúgy tudom. Jó, jó bírják az ajtók, azért jó bírják. Ja. Összerakták itt ezek. Ezt a csavarok. Ez nem szűk szalaggal van, a szűk szalaggal van. Nem, nem. Ez nem papírkocsi. Üget! Hát, nem sokáig. Miből megyen meg neked a szuprát, mondd? Neki indul a kóval. Így van. Még a 10 millió cségrennel. Most. Az na, most már nagyon én se. Hát, hogy megvettem a riatát, ugye. Azt is meg kéne csinálni. Xenox kapott mostanában valamit? Mert ő azért már elég nagy rangban van, lehet, hogy kéne neki is nézni valamit. Ő még nem, azon gondolkoztunk, hogy így. Ilyen 4 millió, 4 és fél ér kéne neki nézni valamit. Uh-huh. Egy Audi RS6-ot, hogyha kifognánk olyan áron, mint a múltkor, az jó lenne. Azt a Audi RS6-ot? Szedem uh-huh. Már 7 és fél. Nem. Tudom, az ezekének kombi. Kombi, aha. Hát voltak fönt, 5 év volt fönt tegnap sok. Előtt. Szülye, aki itt ezt megkérdette, nem rossz volt. Melyiket? Így van, teljesen. A felongated geci 2 és fél, de hülye vagy? Hát valaki megvette valaki 680 és szaladja annyi. Biztos, hogy megveszi valaki szerintem. Mennyi? 2,5 millióért. Hol van az? Legalább. Az a Camaro Z1 nem ismerős neked? Nem lett volna újra megvenni? Nem. Nem? 180 év fotóink van? 110 év vettem. Aha, de még a fotóinkban... Mutál segít, Zoli, mutál segít. Mi a baj? Gyere alma. Még ez a Subaru is jó van. Camblock. Mondj egy bást, Tima Turbos. Csima. Camblock. Csima, láttam. Na jó, megvan a 2 óránk, én tartok egy kis szünetet, ha megengeditek. Jó, felongék ki. Most az milyen, megérik? Tartok egy kis szünetet, pillanat, és itt vagyok. Jó, nagyon szépen köszönöm az eddigi megtekintést, köszönöm mindenkinek, aki eddig itt volt. Olyan 2 óra 3 körül jövünk is vissza, jó? Addig ti is ebédeljetek egyet, adjatok egy puzit a páratoknak, vagy verjétek pofán kollégátokat munkába. Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, sziasztok! Hamarosan folytatjuk. Várlak vissza titeket, várlak vissza mindenkit. Ciao.